Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok nektek! És most jön a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mi foglalkoztatja őt, és mik a tervei. Ez a felső kártya megadja rá a választ. Egy utazás. Ő tervez egy utazást. Az is lehet, hogy neki most kapcsolata van külfölddel, vagy vár arra, hogy valaki meglátogassa őt. Ez az utazás lehet egy belső út is, és ebben reménykedik, hogy jobbra vál a helyzet, mert ez a hajó a remény szimbóluma. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez a kártya a halált mutatja. De ez nem egy halál eset, hanem szimbolizálja azt, hogy ő lezár valamit. Vagy befejezi a munkát, vagy ha van még párkapcsolata, akkor azt szeretné lezárni, vagy a félelmeit, vagy egy bizonyos életkörülményt szeretne lezárni. Én arra gondolok, hogy ő arra vágyik, hogy az, ami most világszerte úgy történik, hogy ez most lezáruljon. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ezt mutatja ez az idősebb úr itt ezen a képen, és ő vizsgál valamit. Az lehet, hogy ő valamit szeretne átlátni, de jelenti a csillagokat is, ami szerencsét hoz. Tehát van egy kiút az eseményekből. Megvan rá a remény. A mai napra hat még ez a kép, itt le kell, hogy valamit zárjunk. Ne sokat töprengjünk, hanem gyorsan zárjunk le valamit az életünkből. Ez a gondolat, gyorsan valamit lezárni, ez inkább őt érinti, mert ez a kártya mutatja az ő érzelmeit. Tehát ő be akar valamit fejezni. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!